Sziasztok, HKS Zservik, és egy újabb First Look-os játék. Jó, First Look-os játék a First Look végeztem nektek. Egy újabb játék, amit most be fogok nektek mutatni, ez az Unturned. Ez egy túlélő játék. Nagyon hagy az a Minecraftra, amit én nem igazán szeretek. De majd meg kell vele békülnöm úgyis. Úgy néz ki, majd a feliratkozók azt kérik esetlegesen, hogy játszok vele egyet. Az egyik feliratkozón kérdezte, nem volt időm le válaszolni, hogy lesz-e World of Tanks videó, nem lesz. Hát én azt a játékot nem szeretem. Ráadásul rengeteg videós van, aki a World of Tanks-ről csinál a videót, és nagyon jól is csinálják. Én jöttem be egyszer játszottam volna, de azt mondtam, hogy jó, ez nekem nem kell, inkább várok, hová tanulni a GoForce-ra. Láthattátok, hogy nemrég felkerült egy életlen fordulatta, bocsánat. Értelem fordult a átérteni másik témát, tehát felkölt egy facecam-es videó, amiben nagyjából látszólok. Nem mindig lesz ilyen videó, mert kétszer annyi időbe telik. Az én gépem majdnem 6 órossza egy összetömülteni egy órosszás videót. Amiben ugyebár videó is van, meg arckép is. Nincsen webkamerám, csak telefonom, így nagyon nehéz összehangolnom a videó felvételt. A játék felvételével valószínűleg majd később lesz, ami feliratkozom, és hozz annyit, akkor videózás veszek majd egy webkamerát. Az 1000-1500 feliratkozónál remélem, hogy már összejön. Addig nem nagyon szeretnék ebbe fektetni. Mint tudjátok, mindig a feliratkozókon múlik egy videós úgymond élete. Tehát azok tartják benne a lelket. Csak ti rajtatok múlik, hogy hányszor osszátok meg a csatornát, és hogy mindentök megosztja a csatornát. Mert ezáltal, hogy megosztjátok, nagyon sok új feliratkozót hoztok erre a csatornára, amit nagyon szépen köszönök azoknak, és köszönöm, akik eddig feliratkoztak, és azt is köszönöm, hogy megosztottak. Na, térjünk is vissza a játékhoz. Hát, hogy ez nem törned, ez egy nagyon Minecraftra hajazó játék, bár ez még nem egészen olyan, szerintem egy kicsivel jobb. Játék lényege, amit eddig megtudtam, ez egy multiplayer orientált játék. Multiplayerben nagyon jókat lehet vele játszani, rengeteg fegyver van a játékban, rengeteg fegyver moduláció, tehát tuningolhatjuk a fegyvert, célzó keresztet tehetünk rá, látjátok itt van, tehetünk rá a célzó keresztet, aztán egyébként tuningolhatjuk, hogy teszünk rá egy távcsőt esetleg, vagy más fogót, látjátok ez az alap, fegyver célzó nélkül. Vissza is lehet tenni a célkeresztet, ott van rajta. Ti lehet tuningolgatni a fegyvert, zombikat kell túlni, amikor láthatjátok, hogy világosodik kifele. Amit nem tudok, hogy mi lenne a felhő, mert nem felhők ezek, hanem valami nagy kockák vannak a fejünk fölött. Ezeket nem tudom, hogy mi akar lenni. Mivel utána járok neki, láthatjátok, hogy már látni fogjátok, hogy zombik. Akkor kell túlélnünk, mint a játékok mostanában 90%-ában ez van. A játékokat, jó játékokat, zombikat kell túlélnünk. Már este van, de nem nagyon szeretek videót forgatni, de ezt úgy gondoltam, azt jelenti, hogy be kell nektek mutatnom. Egyébként téma az visszatér, az előző téma az elnézést, így összevisszatéregetek. 220-valány feliratkozó van. Láthatok az első facecam-es videót, annak még lesz két része, azt is nézzétek majd meg. Egyben nem tudom lekonvertálni, mert a Vegas videóval megfagy valamiért. Ez egy oroszlás videó, úgyhogy három részből lesz feltéve. Aztán lesz egy csatorna rendezés, és rengeteg videó le lesz törölve. Azok a videók, aminek nagyon kicsi volt a nézettsége, és nincs értelme, hogy foglalja a... Hát nem foglalja a YouTube-ot, hanem tényleg nincs értelme, mert ilyen 10-20-an néztetek meg egy videót. Ezt az felesleges felhagynom. Viszont a nagy nézett videók meg lesznek. Ugyebár... Aki tudja, azt kérem, osszam meg a csatornát, ezt előre is köszönöm. Játék az összetérve. Hát a gyerek, ez most egy dupla csövű shotgun. És hát mondhatnánk úgy, hogy lefő része egy csövű. Ez egy nagyon erős fegyver. A multiplayerbe közelre nagyon jó lehet. Ami viszont nagy hátrány, hogy az játék egyébként nagyon könnyű nem néz ki.
de olyannyira is nehéz, amire könnyűnek látjátok. Kibaszott ez játék, tehát nagyon sokat kell szaladgálni, el kell állítani a vérzést, hogyha vérzik, akkor ott elmehet szokott, amikor támadás éri. Ugyanúgy etetni kell, tehát fenn kell tudni tartani a karaktert. Rengeteget kell kutatni a pályán, ugyebár úgy, hogy a zombik össze-vissza vannak. Azért azt sem tudni, hogy általában, hogy hol vannak a zombik. Na, de gyártok, hogy azért még megtankoltam a kocsit. Azért, hogy tudjak vele közlekedni. Hát a karakternek a keze elég kockás, úgyhogy az egész játék elég kockás. Mondom, nagyon ilyen Minecraft bőjtése van, bár mintha itt szabadabb lenne a mozgás. Mint a Minecraft volt, nem kell, hogy egyfajtába építeni kell. Hát a gyártok, hogy itt is látszik, hogy ez is multiplayer épült, ez a játék, tehát nem feltétlenül single player, de lehet hátulra bőlni, tehát egy ember vezet, egy pedig hátulról gyepálja a népet. Vagy négy darab ember ülhet hátul. Azért ez sem semmi. Pedig ha tudnátok az autóval, akkor meg a zombikat oda tudjátok csalni. Egyébként néha nagyon jól jön az, hogy el lehet őket csapni. Plusz, ami még nagyon tetszett a játékban, az a vérzés. Nagyon vérez a zombik, amikor átmegyünk rajtuk. Mivel nem minden nap egy vlog. Nyilván ma most a játékok eléggé megvannak. Részegen nyújtva ezzel. Mint pedig ér. A karakter célja. Egyébként a játék még egy single player-ben is valamilyen szinten hangulatos. Engem ritkán fognak meg az ilyen játékok az életkorom miatt is. 24 évesen nem feltétlenül játszani és ilyenekkel, de ez a játék egyébként egész jó. Jöjjt előbb, hogy szépen, akkor a karakter össze-vissza vérzi az egész házat. Egész jól meg van csinálva. Hát a grafikailag túl sok minden nem kell válni, egyébként így ha széjjel néztek, itt már látszik ilyen hangulatos. Kicsit olyan városi hatása van az egésznek, vannak bejárható épületek felé alkatrészek kerül és cuccokkal, ezeket jó felkeresgetni. Hát ezekből tudunk építeni akármilyen kis cuccot, vagy modernizálni fegyvert. Lehet a gyerek, hogy ezért éri meg felvenni ugyanazt a fegyvert, mi már nekem is volt. Vele betöbb a töltény. Játékban nem olyan egyszerű, mi gondolnánk, hogy már nem ügyelnünk a lőszerre, hogy legyen. Mert ugyebár a single player-be összegyűjtjük a fegyvereket, onnan tudunk átmenni a multiplayer-be, és hát onnantól érdemes átmenni a multiplayer-be. Mert hogyha itt single player-be nem gyűjtsük össze a jó fegyvereket, akkor a multiplayer-be haszontalan átmenni, mert azonnal levadásznak, sőt, szabad példa leszünk. Úgyhogy ajánlom is nektek, hogy erre jól készüljetek, tehát egy gyűjtögesetek, ha látjátok, hogy megtámadott ezek a sohat zombi. Igen, olyan kis furi fejük van neki. Szépen végigvérezték a padlót. Igen, a játék nem is olyan régen jelent, meg nagyjából egy olyan fél éve. Vagy több. Igazándiból gőzöm nincsen, csak úgy satszoltam egyet. Úgy emlékszem, hogy nagyon több mint fél éve jöhetett ki. Sőt, még azt sem néztem, hogy a projektet építve tovább. Hát egy kapja újabb bétket. Még a régi Castle Story, amivel csinálgattam videót, amit tetszett sok mindenkinek. Tudjuk, ami ilyen stílusú játék volt. De még azt sem néztem meg, hogy változott-e vagy nem. De majd utána járok. Honnan voltam fent egy pár srác a Nathan the Grown Force-ba. Még feliratkozók voltak.
elmentem velük játszani, videózni, majd az is felhasználnak tébor téve. Mindenki valakivel tudok játszok. Hát lényegében a játékban vannak még különleges dolgok, mint például az, hogy másiknak lehet integetni. Nem, meg is mutatom, láthatjátok. Ez volt az integetés. Így megadom magam, akkor feltartja a kezét, így meg rá lehet mutatni valamire, hogy egyenesen kitartja a kezét. Na hát röviden ez volt az Enternek játék, ami multiplayer-on jelent át játék. Remélem, hogy tetszett a videóm. Próbálkozok majd mostanában egyre több új játékról, a végiről. A videót készíteni nektek, részben is lesz tenni egy videóba. Amiket úgy gondolom, hogy ilyen viccesebb játék vagy idegesítő azokat, mondjuk utálom, mert elbasszák az én. Azoktól általában lesz facecam. Ilyen 20 perces videók. Köszönöm mindenkinek, hogy feliratkozott. Még egyszer. Azt is, hogy megosztjátok majd ezt a videót és a tornát is. Azt is köszönöm nektek, remélem, hogy jól tudják mindenkinek a nyara. És hogy jól szórakoztok a videókon, némelyikre még nagyon viccesebb. Nem sokára ki fog jönni a GTA 5, ami a kedvenc játékom, abban lesz aztán össze-vissza szórakozás, bókat fogok majd benne keresni, fanolunk majd, webkerünk, helikopterezünk, motorozunk, kocsizunk, ugratunk, minden lesz benne, fajnás srácok, király lesz. Hopp, szávasz! Jó, köszönjük a lehetőséget. Na, remélem, hogy tetszett az Unturned. Elkezd, Dave voltam. Sziasztok!